Sziasztok, üdvözlünk benneteket, a két porszívó ügynök megérkezett. Én vagyok Gábor, és ő Bence, és én vagyok Gábor. Ugye itt már azért lehet minket látni, bár szerintem láttatok minket a live-ban, nem? A legnagyobb, a lakásshow rajongók láttak a live-ban. A lakásshow rajongók? Azok mindent tudnak, nem? Mindent tudnak. Tudják, hogy hogy nézünk ki. Én azóta mondjuk egy kicsit felszedtem egy Pringles bárit, de... Hát kéterebélyes ember, nagy megmondásai, erről szól a Sávval szemben. Porszívó ügynökként azért azt kell mondanom, hogy még mielőtt mindenki rácsibészeltetne arra, hogy kamerás kontentbe léptünk előre, árpikám, jó a szett mi, azért összehordta jó az élet, jó a kamera. Egy nagy bejelentéssel készültünk, pedig már azért építjük egy ideje. Lassan egy éve, hogy volt egy olyan elképzelésünk, hogy szerettünk volna kicsit tovább lépni, hogy fejlődjön az egész csatorna. Nyilván a hosszú távú cél azért már itt lebeg a szemetek előtt, hogy itt bizony lesz kamerás kontent, beszartok mi. Ez bizony. Viszont egyelőre szeretnénk kedvezni azoknak, akik minket különösképpen kedvelnek, és azért többen már jeleztétek, vagy bízunk benne, hogy a malac persely már izzik az MLM a porszívó ügynököknek, hogy szeretnétek minket támogatni, és milyen úton lehet ezt megtenni. Úgyhogy ez a koldulás percei fognak következni most. Koldulás percek. Hogy amellett sokat gondolkodtunk rajta, hogy mit lehetne lépni. Az egyik lehetőség az lenne, mint ami mindenhol elindult, hogy reklámokkal elárasztani a csatornát, de nekünk azért az a koncepciónk, hogy ez alapvetően a mi számunkra egy hobbi, és nem megélhetés, és nem ez a fő sodor, tehát nem akarjuk 5 forintért eladni a lelkünket, hogy mint az aknamezőn, bazd meg, mindenhol reklámokat kelljen kerülgetni. Egy kis Gillette Wilkinson, mert én annak lettem a nyomorra. Gillette Wilkinson. Gillette Wilkinson, Chibo, Old Spice kelljen kerülgetni. De tudod, letiltana a fűcs miatt. Bazd meg, tényleg. De jó, ezt minden. Be kell kockáztatni, max kimjutoljuk. Tudod, ott lesz egy olyan, hogy letiltották, hogy beperelték a Sávval szemben. De nem akarjuk egyébként, hogy most tényleg itt egy ilyen aknamezőt kelljen kerülgetni, tehát reklám nem lesz. Viszont megpróbáljuk így a koldulás művészeteként, tudod, így a csörgős, elhasznált kávés pohárral megjelenek az a nem tagadom piára kell felirattal, hogy indítunk egy Patreont, majd a link itt lesz a leírásban, hogy hol találjátok. És igazából itt a beárazásban ugye megnéztem Friderikusznak, hogy hogyan is működik. Ugye Friderikusznál csak olyan 14 árazás van, tudod, így a 800 forintért, hogyha részt veszel benne, akkor kapsz egy nagy büdös semmit, örülj neki, hogy támogathatsz. 800 forinttól 360 ezer forintig terjed. Tehát 800 forinttól 360 ezerig lehet őt támogatni. Ez azért egy gyönyörű szép szórás, nem? Tehát, per hó. Per hó. Bocsánat. Tehát ugye el tudom képzelni, aki azt mondja, hogy hát pont van 360 ezrem erre a fantasztikus podcastre. Úgyhogy mi egy kicsit más díszabásokban gondolkodtunk, majd ott meg lehet nézni az összegeket. Lesz egy ilyen olcsóbb, úgynevezett lakossági csomag, meg lesz egy gigább, de nem ebben a Friderikuszi méretekben. Igazából amit szeretnénk adni. Tehát most láttuk, hogy a legtöbb Patreonnál annyi van, hogy támogassál, aztán örüljél neki, hogy visszavered a fényt. Ebből nagyon sok van egyébként. Ebből azért rengeteg van. Mi meg arra gondoltunk, hogy mivel tudunk nektek kedvezni. Egyrészt, hogy ott lesznek elsőként ezekben az új settingben, meg lehet minket csodálni, mert mindenki vergődött, hogy miért nem kamerás, olyannyira, hogy még volt rajongó árpikám kamerát is küldött, itt van a képe, jó, mi settinget beállítottuk, tehát ott lesznek elsőként ezek a kamerás kontentek, ami ugye extra. A másik, hogy... Ezzel szeretnénk egy prémium élményt biztosítani. Igen, valamit a pénzért. Nyilván a célunk az lesz, hogy ebbe a fajta kamerás settingbe tudjunk csinálni nektek általános kritikákat, de most még egy jó darabig marad itt a fapados, aztán szépen majd át fog oda is lépni a kamerás content. A másik dolog, amit szeretnénk, hogy
minden olyan kritikánkat, amiket előre elkészítünk, nem mi akarunk milyen 24 óra, 48 óra, 15 perc, 6 perccel korábban megtekintést, hanem minden, amit elkészítünk ide a Patreonra, föl fogjuk tenni. Itt nem akarunk ígérgetni, hogy hány lesz, most úgy körülbelül szerintem, hogy elindulunk, legalább egy 7-8 előre elkészített kritika már megtekinthető lesz. Mert mi van, hogy egyébként így hónapokra előre felveszünk, hogyha úgy van adásokat, és akkor azokat nagyjából elérhetővé tehetjük. Igen, így előre nézve. Így van, ki fáradt az arc. Nem baj, figyelj, aki fölvesz 16 exkluzív műsort, az azért legyen fáradt. És ezeket a kritikákat, amiket elkészítünk, ott korábban elérhetővé fogjuk tenni, de ez a fő csapás irányt nem fogja befolyásolni. Tehát ezek a kritikák ugyanúgy fognak kinézni, ugyanaz a hanganyag lesz benne, de ott elérhetővé válik. Viszont készítünk úgynevezett exkluzív tartalmakat, ami szerintünk ebbe a fősodorba már nem illik bele. Mert van rengeteg közéleti téma, politikai téma, influencerekről is megvan a véleményünk, aktuális bulvárról, olyan fajta eseményekről, amik meghatározzák a mi kettőnk beszélgetéseit is Bencével, de rájöttünk, hogy itt a Sávval szemben fő sodor az alapvetően a filmekről és a sorozatokról szól, és minden olyan jellegű tartalmat itt meghagynánk ebben a fősodorban, viszont ami egy kicsit ezen kívül álló, vagy határ terület, ami éppen aktualitásokra vonatkozik, azt viszont ott tennénk elérhetővé nektek, és ez lenne az, amit tudunk adni a támogatásért cserébe. De a támogatásnak a fő célja az lenne, hogy mi ezt az egész sztorit tudjuk egy kicsit fejleszteni, és esetleg ebből a klikszámból feljebb tudjunk lépni, egyfajta magasabb nívót betölteni a YouTube-on. Persze, hogy így van, és azért gondolkodunk egyéb későbbiekben elérhető kiváltságokon is, ilyen például, hogy majd írhattok nekünk témákat, és akkor azt névre szólóan elkészítjük. De itt is van pár kikötésünk, amit szeretném, hogyha Gábor mondaná el, mert fáradt az arc. Hát igazából az, amit tudunk adni ezért a támogatásért, nyilván, hogyha szeretnétek bizonyos témákkal kapcsolatban meghallgatni a véleményünket, amit ti relevánsnak tartotok, akkor arra nagyon szívesen reflektálunk. Ez adott esetben lehet film is, csak arra kérnénk titeket, hogy ne valami 600 ezer részes sorozatot dobjatok. Igen. Tehát mondjuk, hogy ne a barátok közt 10 000 részéről, mert ahhoz akkor be kell vezetni a Friderikuszi méreteket fizetésben, annyira talán megnézzük, hanem inkább általános témában. Tehát készülünk egyébként majd az oktatásról még beszélgetni, a zeneiparról, akár még a Kisibis éráról is készíthetünk beszélgetéseket, tehát minden olyan dologról, ami félig meddig bulvár. Készítettem Bencével egy úgynevezett életunt interjút, az is ott mert elérhető. Mert azt is olvastuk, hogy volt rá igény. Volt rá igény, hogy Bencéről több mindent megtudjatok, ez is elérhető a Patreonon. Igazából bármilyen téma, amit szeretnétek, mi nagyon szívesen elkészítjük oda, de amit biztosan tudunk vállalni, hogy az exkluzív tartalmakból havi 2 ebben a kamerás settingben oda biztosan fog készülni, és nagyjából a Sávval szemben minőségben és feelingben, amit itt megszokhattatok, és ezzel tudnánk talán a támogatást viszonozni, a két porszívó ügynök, az MLM királyai, a persely rázók. És nyilván az egyéb későbbi kiváltságokat, amiket említettem, ha aktualizálódik, vagy sikerül kigublizni, meg elintézni, akkor azt majd felfedjük nektek, mert készülünk egyéb dolgokkal is, csak azért, hogy tudjátok, hogy miről van szó, hogy azért nagy tervünk lenne, hogy akár személyes találkozókat is össze tudjunk hozni. Ez esetleg lehet, olyan vetítéseket, amiket a Kovács Gellért is csinál, vagy a Szirmai Gergő, és a kontaktok megvannak hozzá, csak ki kell járni ezt az utat, és ez az út ez nem mindig olyan könnyű és rövid, hanem többnyire általában rögös, de majd jelentkezünk ezzel kapcsolatban, meg majd a tudtatokra adjuk, hogyha ez már aktuális lesz. Ez így van. Szóval nagyon szeretnénk, hogyha mindenki föltörni otthon a malacperselyt, és gazdagítana minket, mert hát igazából röviden összefoglalva ez a videó, ez a
pénzeket, kérjük a pénzeket. Porszívó ügynök, kéri a pénzeket. Úgyhogy ez igazából a koldulás magas iskolája, amit itt bemutatunk, de hát azért már egy kamerát összekoldultunk tőletek. Mi mindent lehet még itt összedobni? Köszönjük Árpikán. Tényleg köszönjük Árpikán. Ez nagy segítség. Úgyhogy igazából ez az igazság nagy pillanata, hogy 3 év mire volt elég. Úgy lesz Herceg Tibor, szerintem előfizet, meg lehet, hogy Árpikán 2 embernek. Tehát akkor tiétek lesz. Ha 2 embernek, akkor 2 ember. 2 embernek. Nyilván meg fogjátok látni, hogy mi azért tényleg tettünk ebbe melót, és ezt a jövőben is így szeretnénk, hogy valahol így a Patreon tartalmak és a fő csatornát együtt fogjuk fejleszteni, és hogyha majd van bármilyen fajta ötletetek, hogy mivel tudnánk szerintetek előrébb lépni, akkor a Patreonon megoszthatjátok velünk, hogy szerintetek mitől lehetne még jobb a tartalom, milyen témák pörögjenek, milyen filmek legyenek, mik voltak a korábbi adások közül, ami tetszett, vagy esetleg szerintetek mitől tudnánk javítani a műsor folyamon. Úgyhogy ezeket mind-mind várjuk, a visszajelzést, és akkor ott lesz lenne a leírás, és így van. Ennél többet ér ehhez, mert hozzáfűzni nem tudok. Az sem kizárt, hogy fogok csinálni egy Discord szervert, és akkor ott tudtok majd velünk kontaktálni, elsősorban velem, mert akkor én azt fogom kezelni, mert úgyis a tanfolyamom miatt most elég aktív leszek a Discordon, és akkor oda jöhetnek majd a kérelmek, hogy miről szeretnétek, hogyha csinálnánk témát, stb. Szóval meg ott lesznek majd az egyéb olyan hírek, amiket nem a videókból tudtok meg. Fú, hát ez nagyon komolyan hangzik, ez nekem is új info, úgyhogy... Link. De már mondtam, csak két héttel ezelőtt. Jó, de hát figyelj, ezt most kellett volna elmondani, mert hogyha nem most mondod el, hogy a picsába jegyezzem meg, érted. Hát végül is. Szóval igaz. Ez van, ilyen lakássó feelingű, nem? Tehát, hogy azért ki lett patikázva. Végül is lehet azt mondani, hogy a sávval szemben YouTube csatorna az a sávval szemben. A prémium pedig a lakássó. Az a lakássó. És mint láthatjátok, megújult a logó, azért búztolódik a történet. Azért a setting is jobb, bocsánat csak. Nem, mert dicsérni szép, mikor az ember magával teszi, nem? Tehát olyan ízléses, olyan jó ízlése van. Az benne a jó, hogyha már itt egy pillanatra elidőzünk, mert hát ez egy érdekes promó videó, azért valami közlendő legyen benne, hogy most fogunk belépni így a 4. évbe. Szeptembertől, igen. Szeptembertől, és igazából ez egy ilyen fordulópont mind a kettőnk számára, hogy valójában meddig fogjuk tudni ezt az egészet csinálni. Most szerintem most vagyunk olyan értelemben a csúcson, és még mindig azt érzem, hogy ez vezet feljebb, de azért valamilyen szinten van egy pont, ami után már mind az erőforrásban, mind az időben majd döntéseket kell hozni. Ez is egyfajta döntés volt a Patreon elindítása, mert nem a cél az ultra meggazdagodás, de hogyha az ember nem látja azt a fajta fejlődést azon túl, hogy mi jól érezzük magunkat, és ez a szűk közösség jól érzi magát, akkor lehet, hogy egy idő után kiég az az adott dolog. És most ezért szerettünk volna lépni egy szintet, hogy most már nagyon jó volt ez a hang, ez a rádiós feeling, de lépjünk tartalomgyártásban egy szintet följebb, és szeretnénk még följebb lépni, mert amúgy az ultra nagy ötletünk, hogy ilyen egyéb show műsorokat is tudjunk nektek csinálni, mert pontosan. Szerintünk, mert rengeteg ötletünk van, de ez bármilyen fosul hangzik, azért egy idő után tőke nélkül ennek van egy határa. Tehát, hogy igazából ebből a pénzből, amit esetleg innen befolyik a támogatásból, elsősorban ennek a műsornak a fejlesztésére fogjuk szánni, majdan pedig további leágazó műsorokra is szeretnénk majd ebből befektetni, hogy még inkább színesítsük a palettánkat. Igen, ez nyilván az ultra álom, de ez már tényleg, ennek semmi realitása nincsen, hogyha ezt, ha nem is mint fő állás lehetne csinálni, hanem még több időt tudnánk erre szánni, mert azért azt tudnotok kell, hogy
hogy nagyon-nagyon sokszor itt az elmúlt években ezt nem kommunikáltuk, mint a hisztérikák az irányotokba, de... Nem nyomtuk az operettet tőgázzal, de azért voltak olyan metszetek, hogy éppen, hogy el tudtunk menni a filmre, és még hullafáradtan fölvettük a kritikát, és bíztunk benne, hogy nem érzitek rajta, hogy már... Fú, basszus, na ezen legyünk túl, mert mindig kaptunk egy kedvet, mikor elindítottuk a felvételt, de azért nem egyszer volt, hogy éjszakáztunk emiatt, mert hát jelenleg igazából csak a szabad idő az a terület, amit ebbe bele tudunk tenni, és hogyha megmarad egy hobbinak, nem probléma, de akkor legyen egy magasabb érvényű hobbi, de hogyha tényleg megnyílnak a pénzcsapok, akkor garanciát vállalunk arra, hogy azért mi azért bízunk benne, hogy nem az 1200 feliratkozónál állunk meg. Meglátjuk, hogy mi a potenciál. És hogy ezt az álmot is valóra tudjuk váltani, amit már mondtál, hogy több csatorna, különböző témában, akár late night show szintű, az lenne nekünk a totál álom, hogy összerakni egy ilyen late night show színvonalú settinget, és akkor ott egy ilyen klasszikus értelembe vett late night show műsor. De hát ez ugye a legnagyobb, ez a top. Ez a top. De nyilván van beszélgetős műsor is még. Norbival is van egy közös, amit nagyon régóta tervezünk. Nagyon régóta tervezünk, de azoknál már be kell látni, hogy ez a low budget setting, amiből mi elindultunk, abból nagyon nehéz. Tehát a Norbival közös műsortervünk is szerintem minimum két kameráról indult. Tehát az a nulla, és azt azért föl és kell építeni. Azt már nem biztos, hogy ebben a settingben föl tudnánk. Tehát, hogy az már stúdióbérleti díj is, és lehetne még sorolni. Tehát, hogy azért nagy terveink vannak, és igazából az a pénz, amennyivel esetleg támogattuk, az nem feltétlenül a zsebünkbe fog menni, hanem ténylegesen lehet, hogy a villanyszámlára, nem? De örüljenek neki, figyelj, föl kell tölteni a kamerát, ki kell fizetni az internetdíjat, meg kell venni a mozijegyet, az nem adolcsó ezt legyártani, érted? Ide kell ülni, meg kell enni egy párizsi zsömlét, ezt föl kell tudni venni. Azért érted, azért ebben van, meg ki kell találni, el kell találnom a rec gombot, ütni kell egy tapsot. Hát a taps, az nagyon fontos. Azért a csapó, amivel összeszinkronizálják. Kicsit azért ez ilyen brünós volt. Az nagyon nehéz a taps, a fordulás. Vissza kell verni folyamatosan a fényt, ameddig ez megy. Figyelni kell, már két SD kártyára kell figyelni a kamerából lévőre, erre is. Azért figyelj, ez a logisztika magas iskolája, nem? Igen, pontosan. Bocsánat, csak a kamerának a tárhelye. Azt innen nem látod, mert ez a felvevőnek a tárgya. Igen, de nekem megvolt, hogy mennyi perc van. Iszonyatos profizmus, ami ebből az egész promó videóból, a korduló, tehát a koldulás magas iskolájából. De hát még ez egyszer, a sávval szemben minőség. Úgyhogy köszönjük a megtisztelő Gigászi figyelmet, link a leírásban, iratkozzatok fel a koldulás. Nem akartad kire. Összefoglalni? De mi a szarnak, hát ezt hallgatták órákig. Egy balac perselyt kéne így felmutatni, összefogom, érted, tudom, hogy egymás között is mindent 50-szer megbeszélünk. Repetitív. Szerintem ez is rendhagyó. Mi már csak ilyenek vagyunk, úgyhogy ez a sávval szemben minőség, a porszívó ügynököknek villancsátok a kasszát. Sziasztok! Sziasztok.